Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is városunkban rendezték meg a Diákolimpiai Sulipóló megyei döntőjét. Három korcsoportban kerültek sor a mérkőzésekre, ám az elmúlt évekhez képest szerényebb színvonalon, hiszen a Ladányi plusz eset csapatain kívül csupán Hajdúszoboszló delegált együtteseket. Sem Debrecenből, sem Hajdúböszörményből nem jöttek ellenfelek. Kettő város tudott csak eljönni, ez kicsit így a versenynek a színvonalát valamelyest csökkenti, ugyanis Debrecen nem jött fel, mint az elmúlt 2-3 évben eddig nem jelent meg nálunk, előtte volt, mostanában nem szokott jönni, és Hajdúböszörmény sajnálatos módon a tegnap előtti nap jelzett vissza, hogy gyerekhiányban van, mert megbetegedett nála három gyermek, és nem tudnak jönni. Így a három korcsoportban egyaránt csak a hajdúszoboszlói ellenfelek jelentettek akadályt Keserű Attila tanítványai számára, hogy megyei bajnoki címet szerezzenek, és ezzel kvalifikálják magukat az országos döntőbe. Bár az is lehet, hogy még a győzelem is kevés lehet a fináléba jutáshoz, épp a kevés résztvevő miatt. Itt a mérkőzések után értelemszerűen megvan a megyei sorrend, és a bajnokok azok kvalifikálják magukat az országos döntőre, ami majd június elején lesz, 3 nap, még egyelőre előre meghatározatlan helyszínen. Viszont ha egy olyan kikötése van a Magyar Vízilabda Szövetségnek, hogy nem minden bajnok mehet el erre az országos döntőre, ezt ő majd elméletileg kiválogatja. Ez attól is függ, hogy hány csapat vett részt ezen a megyei összejövetelen. Így aztán egy kicsit azt mondom, hogy szomorú vagyok, mert lehet, hogy nem tudok minden bajnok csapatommal elmenni erre a megyei döntőre, ha megnyerjük az aktuális tornát. Na de nézzük, ha már ilyen szűkösen voltak a résztvevők a megyei fináléban, hogyan is bonyolították le a viadalt. Püspökludányból tudtunk csinálni a legkisebb korcsoportban, elsőtől harmadik osztályos gyerekeki bezárólag egy csapatot. Ugyanez megvan Hajdúszoboszlónak is, aztán így tudunk mérkőzni egymással. Igazándiból a kicsiknek elég is ez a kettő meccs, hogy oda visszavágót rendezünk, ez teljesen elég, kiveszi az erőt belőlük. Aki már próbálta a vízilabdát, az tudja, hogy miről is van szó. Középső korcsoportban, a kettes korcsoportban tudtunk indulni, van egy cintiszta lánycsapatom, és egy fiúcsapat is tudtam ugyanígy játszottatni, és ők értelemszerűen mérkőznek majd a hajdúszoboszlói gárdákkal, illetve a legidősebb korcsoportban is tudtunk delegálni Ladányból 2 csapatot. Szerencsére olyan sok gyermek van, hogy ebből 2 csináltunk, és akkor ők is így meg tudnak mérkőzni, 2 meccset tudnak játszani. A mieinknél egyébként évek óta gondot jelent a sulipólóra való felkészülés ezen időszaka, ám az idén ezzel sem volt elégedetlen Keserű Attila. Igazándiból a felkészülésünk, hát így a végére azt mondom, hogy jónak sikerült, de azt tudjuk, hogy nekünk november óta nem volt uszodánk, és április közepétől tudtunk egy kicsit edzegetni itt a vízben, szerencsére. Örülök, hogy a város vezetése tudott 2 hét felett uszodát biztosítani számunkra, mert ez is nagyon sokat jelentett a hűvösebb időszakban, illetve most már a nyitorban szerencsére tudtunk dolgozgatni. Ez az elvégzett munka meg is látszott a csapatokon, hiszen mind a 3 kategóriában a keserű tanítványok bizonyultak a legjobbaknak. A legkisebbek oda-vissza legyőzték a szoboszlóiakat, míg a nagyobbak körmérkőzéses viadalán is a mieink voltak a jobbak. Csapataink közül egyébként a legidősebb fiútársaság vitte a prímet, tetszetős játékkal már-már szemedgyönyörködtető akciók során szerezték a góljaikat. A játékuk érettségére jellemző, hogy Keserű Attilának meccs közben különösebben nem is kellett instrukciókat osztogatni, a fiúk nem csak technikailag, hanem taktikailag is toppon voltak. Ha kellett, gyorsították, ha kellett, lassították a játékot, s meggyőző teljesítménnyel lettek megyei bajnokok. Hogy aztán innen lesz-e tovább, amint hallhattuk, ez már az Országos Szövetség döntésén múlik.